Szóval lebetegedtem. Na, sziasztok! Lebetegedett, én meg itt vagyok. Én nem érzek ízeket, meg nem érzek szagokat, illatokat jelen pillanatban, de a gyerekkorom feleleveníti ezt a videót szerintem. Ezért vagyunk ma itt. A gyerekkorunk kedvenc édességei, sóságait fogjuk ma megkóstolni. Húzz egyet! Én már nagy fiú vagyok, anya, ezt szeretném! Mamamat húzta, pont egy olyat, amit amúgy sem annyira szerettem. Te ezt nagyon szerettem? Én csak simán szerettem. Nem nagyon, csak szerettem. Viszont, bazzeg, megváltoztatták a csomagolását. Vágod, hogy régen ilyen erotikus gyümölcsök voltak rajta. Basztak a gyümölcsök. Mint az állat, de én nem akarom mindent megkóstolni, mert igazából ötféle íz van egy csomagolásban. És én egyiket sem érzem. Kólásat. Uncsi! Búúúú! Ha nem eszik meg az édességeket, nincs tök főzelék, fiatal úr! Mi is pontozzuk, mint a Sausage Channel-en? Pap, 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 pap. Ötös skálán pontoz a csávó. Aha. Ez jó. Aztán. Hal ízű. Minden hal ízű. Kulás amúgy. Kula ízű. Nekem a mauam a gyerekkori ízek közül 5/2. Nekem 5/4. Én csalódtam, azt hittem, hogy itt még mindig a szexelő gyümölcsök lesznek. Mauam, csalódtunk benned. Nem basznak a gyümölcs. Zizi! Kapci zizi? Kapci zizi. Erre emlékszem. Egyébként én nem emlékszem, hogy ilyen lett volna ez. Az én apukám ebből 5 csomaggal is meg tudott tenni. Ne idegesi. Igen, az én apukám 10 csomaggal is megevettük. 10-zel is. Nye. Pompom az egy kurva jó mese volt, nem? De nem is ilyen volt az izinek régen a csomagolása, nem? A pompom se így nézett ki, van dagadt. De az a testék tűzheti hopci benő. Anyád, mekkora van neked? Nekem a legnagyobb, bibibi. Az én apukám sokkal nagyobb ziziket evett annó, mesélt nem. Ja. A kukorica íze van. Akkor nem csak én nem érzem az ízeket. A kukorica az egy íz, nem? Nem, hanem hogy ez nem jó annyira. Én ezt az ételfestéket nagyon érzem. Vegyes gyümölcsízű cukorbevonattal. Ezért hirdett. Puffasztott rizs, ja, azt lemaradt ez a sor. Ezért hirdették festékkel, tehát az ételfestéket lehet érezni. A puffasztott rizs az pont az, ami eszik az ilyen egészséges emberek, és ezt telinyomták egészségtelen tudtuk. Na ilyen 15 éve még biztos nem volt az iziben, hogy... Van zöld is, bibibi! Azt a kurva, ez mi? De rossz érzés, ahogy érzed, hogy a rizstől harapás közben leválik az ételfesték, és külön kell rágni a kettőt. Nem, ez a cukorbe vonat, a cukorbe vonat. Na hát, Zizi 5-ös skálán nekem egy... 2. Neked 2? 2. Nekem a mauamnál egy fokkal jobb. 3-as. De csak azért, mert hogy nekem ez jut eszembe a 2000-es évek elejéről. Hogy mű. Zizi. Mű ízek. Na, én azt gondolom, hogy maradjunk ezen a Zizi vonalon. Választok egy... Mi van, brazeket? Ezek mutáns dunakavicsok! Ez így nézett ki? Ne, én arra picire gondoltam. Nincsen pici dunakavics. Ez neked is ilyen mutáns dunakavics volt? Ez ilyen volt mindig is. Nem. Van egy kisebb. Én ezeket a pici bogyókra gondolok. Azok a Az is van, francia drazsi. Arra gondoltam! Hát ez francia drazsi. Hát valazeket azt hittem, hogy már ezzel megváltott, ilyen mutáns lett belőle. Nem, hát a dunakavics az kavicsos, a drazsi meg drazsi. Ja, abban magyarul van, nem? Aztán kívül meg... Mint, hát ez a magyar M&M's? Az tényleg olyan, mint az M&M's, konkrétan. Nem csak ezen csoki. Csak én ide szar. De ez a magyarós M&M's szerintem hasonlít. Ezt figyeld, bazzeg! Covid-19-et eszem konkrétan. Úristen, tényleg pirosat. De nem, nézd, hát így néz ki a Covid-nek a molekulája. A koronavírus. Úristen, kis koronavírusokat ettünk. Aha, ez a jön a videó címe. Ez a Zizi. Francia drazsi, dunakavics. Ez a francia drazsi, az a dunakavics. Ezek szerintem hasonlóak. Tehát ja, ezek a francia drazsi, ez szerintem jobb lesz. Igen, de úgy állagukat tekintve. Tehát ez ugyanabban a kategóriában sorolom. Jó, kijöntöttem ide. Jó, elbasztod az egész videót. Remek már. Én a kéket jobban szeretem. Meg azt mondom, az annyira műnek tűnik, hogy... Te is mindig szétválogattad a színek szerint. Igen, autista vagyok. Én is kicsit. Én sok mindent válogattam szét és írtam listába. Olyan dolgokat is, amik másoknak... És elnevezted őket? El. Dunakavics 3, francia drazsi 4. Kis mennyiségben jó enni ezeket. A Zizit még nem is pontoztuk, hogy igen? De. A dunakavics nekem kurvára 2,
műízek gyerekeknek. Értem, hogy erről eszembe jut a gyerekkorom, de arról is eszembe jut a gyerekkorom, hogy meg vagyok fázva. Ennyire nosztalgikus nekem ez, hogy Dunakavics, ezek nem voltak a kedvenceim. Az 2, Francia Drazsé 3. Hát nagyon stresszes, hogy nem gyújtunk rá egy zigóra. Jó, gyújtsunk rá egy zigóra. Ez milyen típusú? Aha, a legjobb. Paradise. Ez a kedvenc cigi. King size. Ah, Isten, már ilyen fiatalon a cigizésre tanítjuk a gyerekeket. Egy jó zigi. Annyira káros! Van gyújtód? Ez melyik oldalról kell? Ez akkora kamu. Az szűrő. Ez akkora kamu. Meggyőzöttél róla, hogy ez akkora kamu. De már, de nem volt régen így megjelenem, hogy tényleg ciginek nézzek. Szerintem most már nem lehet annyira... Tehát, hogy már nincs nagyon kíró, hogy ez de bármi. De állítólag ez füstöl. Vagy várjál, ez egy füstöl. Várjál, nem, rágógumi. Fúj bele a rágógumi rútba, és nézd, mi történik. Virul a fejem, kell maximum azt. Másik oldalon. Fúj még egy picit. Egy kicsit még csinál, mert valami történik. Aha, ja, nem, semmi. Nem történt semmi már, ez átbaszás. Ez az a rágó, aminek már az első másodpercben sincs íze. Nemhogy eléred azt a pontot, ami után már nincs. Jó, de ezt te nem érzel ízeket, ez azért van. Miért van íze? Van egy nagyon pici. Azt a picit éreztem, de azt hittem, hogy azért már csak nem érzek ízeket, akkor ennyi? Még én érzem. Hát de mit a semmit? Alapból se volt sok. Az a nagyon lapos és rózsaszín rágó, nem tudom mi annak a neve. Olyan íze van. Hát ugye, ezek nem voltak a kedvenc édességen gyerekként, az biztos. Háromnál több pontot még nem adtam semminek. És ezen ez a cigirágó fos, hasonmás, átbaszás sem változtat, ez 5 per 1. Szottyos kinder meglepetéses. Pont, hogy emlékszem rá. Ez megöregedett velünk. Akkor, amikor én vettem, akkor épp 40 fok volt, és még egy 4-5 óráig azt nézhettem, hogy a Marci épp pénzt keres a Városligetbe. Igen, és mennyire megérte. Na hát ez a tojás szerintem nem fog kikelni, ahogy látom. Neked más színű a belső izé. Csak az árnyék. Dehogy is. Egy narancsot? Hó, akkor sok jobb játék van benne, ez olyan, az mint a Apex Legends-ban a ládanyítás. De ilyen gék, az enyém meg sárga. De nekem nem is izé. Tehát az egy dolog, hogy ezt nehezebb összerök, mint egy ikás ágyat, bazeg. 5-ből 3,5 a Kinder tojás. Reménykedem, hogy lesz valami kurva jó. Megvan? Megvan. Gyerekek, 15 percet. És ki tudtunk rakni 2 Kinder tojás játékot. De nem! Megvan! Megvan! Összerakott egy Kinder tojás játékot. Jaj, ne! Futok, megeszi! Megeszi! Jaj, én hullám ember vagyok! Jaj, Mark, ne egyél meg! Jaj! Nem szeretek veled játszani! Na bazzeg, beesett a kanapé mögé. Tovább raktam, mint ameddig tudtam élvezni. Nekem meg volt az összes Master Croc vágod. Hát nem kellett összerakni ezért, nem? Kártya, igen. Tehát akkor ilyen Lego meg ilyenekkel biztos nem játszottál. De. Igen? Te voltál az, aki itt melletted építenek egy űrhajót, tutoriál segítségével, te meg így összeraksz egy WC-t. De nincs benne valami? Már nincsen. Ebben nincsen hentai tatú, vagy mi a pöcsöm? Henna. Hentai, bocs, kicsit keveredtem. Master Croc volt a Master Croc tűzbe. De nincsen. Tudod, ez a melyikben volt ilyen tetkó? Amit itt fel kellett tenni, és ott volt rá. Cheetos. Hát sose szerettem annyira. Amúgy a nevét azt akkor tanultam meg, amikor elkezdtük ezt a videót csinálni. Nem tudtam, hogy ennek van neve, hogy Master Crocs. Ez hány pont nálad, a Master Crocs? Ja, 3. Na nekem a Master Crocs sem éri el a 4-es szintet. Hamburger. Na ez. Csoda, hogy ez ehető. Nem imádom, ez a legjobb nekem. Az is ilyen erőltetett rácsálás egy picit. Na, én gyenge vagyok, nem forrott még ki a tejfogam. Na, ez mi ez? Várj, meg küzdök. Még ne kuszadj már annyira előre, meg küzdök. A felőben nem tudtam elrágni. Ez már meg is jöttem. Nekem izmos száj áll. Ezért szedem 2 a Big Mac-et is, mert nem bírom egyből megenni. Ezt is 2-ket volt. Igen, van. Én igen. Ezt írjátok meg kommentbe, tényleg erre nagyon kíváncsi vagyok. Mindenki meglepődik, hogy én 2 szedem a Big Mac-et a McDonald's-ban, és úgy eszem meg. Ez egy létező dolog. De... Légy, nyugtassatok meg, hogy van még ilyen ember a világon, aki kettészedi a Big Mac-et. De... Én vagyok az egyetlen! De akkor az egyik az csak egy sima kenyéren egy hús. Meg a másik is.
De hát a középen van egy izé, tehát hogy akkor hogy... Ja igen, nincsen teteje az egyik oldalnak, igen. Mindjárt megeszem. Nekem ez 5x5-en nagyon ízlik, nagyon szeretem. Há, nekem ez is 3-as. Ez az a dolog, amit a pattogós cukorka miatt gondoltam, hogy megveszek, de életemben nem ettem még. De volt ez a pattogós cukorka. Igen, tehát, igen, de semmi biztos, más nem találtam. Nyilván nem. Figyelj, letolom, jó? 3. Vagy egymásnak? Nem. Jó. Oh! Elkezdett megnézt! De ropog! Gyerek, ez ropog! Oh, micsoda, ASMR mervés! A durva, hogyha elkezdett rágni, akkor ez a cigirágó ízű lesz. Nem? Mhm. De amúgy... Vagy ezt nem lehet megenni. Ezt nem lehet megenni, ez rágó. Ez összeáll egybe a szádba, és nem lehet megenni. Ja, amúgy a fehér a rágó, a sárga, azért pedig a pattogós rész, és neked több volt a fehér. Ez egy szar! Hát ez bazdmeg, ez sima rágó. Ekkora saló, nézd meg! Fos kis rágó lett. Jó, hát én most tényleg úgy érzem magam, mint egy iskola utáni ilyen kis fél huligán. Illegál. Hát egy huligán minimum, de egy ilyen fél illegális ilyen partin vagyunk, egy parkban, ahova az a zsebpénzünket minden szarkozik. Ha illegál, akkor legyen illegál. Ne! Gunpowder rágógumival töltött kemény cukorka. És felrobban a fejed tőle. És kiropotyog az összes fogad. Jézusom! Mi a fasz ez? Baszik, fekete? Nem. Ez mi? Ez a csomagolásra emlékeztem, de... Egy csomag... Várjál már! Ez mi a picsa? Ennek olyan szaga van, mint egy 12 éves gyerek szobájának, miután megpróbált kétszer maszturbálni. De botrányosan szag... Ne, már... De savanyú. Ez dinnyés? Nem. Nem érzed dinnyét benne? Nem. De nagyon rossz! Ilyen büdösből átmenni ilyen savanyúba... Az a jó benne, hogy savanyú. Ez botrányos volt. Nem, ez nem jó. Kám ízre jó, de savanyú. Ízre jó, mert savanyú. Jó, választott. Lotto! Remélem megnyerem. Már jobb, akkor még ebből nem vettem többet. Na jó. Na, szóval ezek együtt járnak. Kapuciner, a szamba, meg a lotto. Na, amit tudok, hogy nekünk volt kapuciner automatánk az egyik gimnáziumomban, ahol jártam. Nem az enyém volt, tehát nem vettem meg a helyet, de hogy oda jártam. Viszont a megyes ilyen édeséget nem szerettem. Ez meg olyan fura, ez mi, ez diós? Azzal mentem a napköziből, a mamámnál mindig volt ilyen, de csak ilyen. Nem, érdekes megfigyelni, hogy valójában a gyerekkorunk kedvenc édességei a legolcsóbb édességek a polcokon? De amúgy... Melyik volt a legdrágább? A Mauam, mert 5 kis csomag drága van benne, 250, a többi mind tök olcsó. Meglett. Meglett a kis golyó. Szóval ezért vettek nekünk érdeket a szülei. Ez mekkora illúzió romboló, hogy ezért ezek a gyerekkorunknak a kedvenc édességei. Volt csomó minden. Figyelj, ebben a kávé csoki arányt azt én nem ilyenre emlékeztem, vagy csak egyszerűen hulla fáradt voltam ebből az iskolában. Ebből én nem adok, ez nem, ebből nem adok. Az a tiéd. Csak az amit akár, az a lottó meg az enyém, jó? Jó. Én lázom. Belalva. Jaj, ne. Látod, ez a karma. Mert nem hagytál belőle. Te kis csicska gyerek, nem hagytál belőle. Csak az enyém. Tudod, hogy mi lesz? Most be fogod köpni a tanárnál, hogy nem csináltam. Ne! De. Ne! Rólam másoltad a nem. Házit. Ez fel fogod. Nem, ez nem igaz. Nem hagytál csokiból. De ott van a kezedben. Ez egy másik típusú, te fasz. Én abból akartam enni. Az a tiéd. Csak az enyém. Amit akarsz, a lottó meg az enyém, jó? Jó. Na ez! A lottó az jó. Igen. Meg ez a kávés, ez nem. Kávé, és ugye, hogy sok a kávé? De ez kurva jó. Arra hány pontot adsz? Ez 5. Muszáj pontozni. Ez 5-ből 5. Ez egy 5-ből 5-ös szamba meg csoki. Hát azért, mert tudod, ez is egy kicsit gurmésabb, hogy meg lotto. Csoki. Hát a lotto az nekem egy... Lehet meg lesz az első 4-es? Megvan az első 4-es, tudjátok mit? A lotto csoki megérdem, hogy 5-ből 4 pontot kapjon tőlem. Kávé. Nekem 3. Az 2 nekem, mert elrontották az arányát a kávé csokinak. Tejkaramella. Ez egy tejkaramella. Látom, ez tejkaramella. Ez anyám. Ez érdekes módon anyám ránk hivatkozva vett, hogy megegye az egészet. Gyerekek, akartok is tejkaramellát otthonra? Már útka vettük, az már befalt az egészet. Megizzadt el ebbe az agyba. Mint egy ajándékot bontottál volna ki. Ah, nem szeretem a tejkaramellát!
most jöttem rá, hogy én nem szerettem, ezért ette meg mindig az anyám. Olyan rossz állaga van. Mi? Kurva. Szar az állaga. Hogy beleomlik a szárba. Mint hogyha ilyen krétát ennék, olyan az állaga. De az íze sokkal jobb, mint a krétái. Jó az íze, de az állaga. Átlagra mínusz 2, ízre 4. Tessék, megenyhült a szívem. Mert félek a kommentelők haragjától, hogy mindent lepontozok. Happy hippo! Na, az kurva jó. Én imádom. Hogyha van 5/5, ha azóta is olyan az íze a happy hippónak, mint akkor, akkor megtalálta. Hogy gratuláljuk, légy szíves. Ez a videóhoz. Megtaláltuk. Ladies and gentlemen, we got it. Kurva jó. Az 5/5-ös gyerekkorom édessége. Happy hippo a mai napig boldog. Az. Páz anyám. Tényleg a jókat tartogattad a végére. TikTokot nem vettél, nekem az is ilyen gyerekkori. Ez még mindig van, minden kasszánál. Ahogy a pesszukorkát is ott találtuk. Tényleg? De én már nagyon régóta nem ettem pesszukorkát. Ki a faszom ez pesszukorkát? Ki a fasz pesszukorkát? És ilyen izé, van még ilyen tároló hozzá? Vajon? Van. Miért van 2 narancsos? Na, ezt az átbaszást? Ha olyan 2 narancsos van? De rossz ez az epres. Komolyan? Mhm. Akkor, ilyen. Na, gyógyszerizom az eper. Nem, kurva jó az epres is. Ne higgyetek neki. Hazudik a márk. Ne higgyetek neki. Szép kell kóstolni, muszáj lesz. Pont mint az epres, kurva jó. Nem. De. Ez csak simán kurva. Hát tudod bebizonyítani nekik? Na. Az összes perccukorka. Kurva jó az, a narancsos kurva jó. A narancsos a top 1, ezt aláírom. Ő is jó. Meggyes, kurva. Nem mondom, csak az epres szar. Nem tudom, míg a málnásat meg kell nézni, nem? Hogyha az epres szar, akkor a málnás is, vagy pedig egyik sem. Én ebbe egyezek bele. Málna, eper az család, rokon. Az jó. Annyira. Akkor abba egyeztünk meg, hogy... Abba. Pedig ami málnás vagy epres, az általában jó szokott lenni. Itt a narancs meg a cherry, ez megy. Igen, ez érdekes, mert pont a másik kettőt gondoltam jónak, de nem vettem a 2 narancsos. Mert ez a legjobb. Bónuszba kaptuk a legjobbból. Második 5 pontomat osztom ki. Milky Sip. Hát ez egyik kedvenc. Vaníliás. Na, hát akkor tejezzünk egyet. Egészségedre. Nézzük, milyen ízű a tej. Az igazság, hogy ilyet már árulnak a spárban, ilyen orliás tejet amúgy. Azt a kurva, de király! A 2000-es évek bubble tea-je. Bazd meg, ez kurva jó! És mekkora igazságot mondta az előm. Összementek a golyócskák. Itt nem szétpattannak, itt lebomlanak. Mire elfogy a tej, elfogy a vanília golyó is a szívószálból. Ezt kell megtanulni. Tökéletes volt, erre is 5/5 pontot adok. Ez jó. Ez kurva jó cucc, Milky Sip. Nagyon jó. Bazzeg a pomber. Jaj, bazzeg, ezután mehetek megint fogorvoshoz. Rengeteg édességet megettem. Sósság, pomber. 5/5. Negyedik 5/5-öm. Legjobb, pomber. Pomber, bazd meg. Az egyébként én a mai napig eszem. Egyértelmű 5/5, pomber. 5/5. Szomorú karácsonyi nyalókák ideje eljött. Melyik szint választod? Olyat lehet, hogy egyiket se. Igen. Oké, megtettem. Hogy a fagyok? Kapás van! Ne. Kapás van! Elfogtam a Sallai Márkot! Ja. Ne. De miért tartod a fogaddal? Elengedted volna és nem fogtak volna el. De rúgóra akad a számot. És kék a szád tőlem. Ne. De kék lett az ajkad. Az olyan, mint a Eddie-ből cukigumi dupla D. Nagyon ízlik. Nekem ez ízlik. Én ezt meg se kóstolom. Almás. Igen, ezt én is passzolnám. Én a, csicska vagy? Az vagyok, bazdmeg. Legyek csicska. Én egyszerűen nem szeretem a nyalóka típusokat. Én nem voltam egy nyalókázó gyerek. Nem szeretek szopogatni dolgokat. Én inkább ez a... Milyen buzi vagy? Akkor olyan buzi, nem szeretek szopogatni. Milyen buzi vagy, hogy nem szeretsz fogat szopni? Buzi vagy? Igen, tudjátok mit? Akkor legyek az. Akkor nem is bírom kibontani. Nincs kedved kibontani. Nem tudom. Ezeket nem tudom. Olyan sok, ez úgy be van. Azt hittem, ha ezt leszedem, akkor kibontolik, de nem, ez csak letépem és semmi. Ez is újdonság. Nem tudom kibontani. Hát, ja, szóval nekem a rágó típusok és a nyalóka típusok nem voltak a kedvenceim. Meg itt áll, hogy jól. Ez kurva jó. Kurva király, nem? Atom vagy. Egészségedre, papu. Köszönöm, hogy néztetek a videót. Ha tetszett, akkor
lájkoljátok, iratkozzatok fel, illetve mivel a YouTube elkezdett már minden második nap azzal szemelni, hogy keress még több pénzt a videóiddal, és kapcsolt be a csatorna tagságot, szóval most bekapcsoltam a csatorna tagságot, ami semmilyen előnye nem jár, csak ha van fölösleges pénz a bankszámlátokon, azt elutalhatjátok nekem. Van a leírásban még egy Instagram link. Aki fizet, annak megmondom, miért van ott. Na, ez a biznisz. Aki csatorna tag, azoknak privátban megmondtam, hogy miért van a leírásban az Instagram linkem. Ez egy jó, ez jó, ezt tudom felajánlani. Nem is rossz. Na, sziasztok!